Tegnap a Magyar Nemzet írta meg, hogy újra 18 év lehet a tankötelezettség korhatára a szakképzés kiterjesztése miatt, pedig alig 3 éve, hogy 16 évre csökkentették ezt. A hírt később a Nemzetgazdasági Minisztérium cáfolta, szerintük a kormány nem tervezi a tankötelezettségi korhatár emelését, hogy mégis mivel járna, ha esetlegesen visszaemelnék a korábban levitt korhatárt, arról Nagel Anna közoktatási szakértővel és pedagógiai szaktanácsadóval beszélgetek. Jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt! Miért fontos egyébként ez a bizonyos tankötelezettség? Miért kell levinni, fölvinni, miért kell ezzel szórakozni? A tankötelezettség az ugye védi a tanulót és alkotmányos joga egy gyermeknek az, hogy az alapképzésbe részt vegyen. Tehát, hogyha ezt nem határoznánk meg, akkor ugye a korral nem haladnánk, és nem tudnánk azt biztosítani, hogy egy alapszintű képzettséget mindenki megszerezzen. Ugye ez most 16 év. 16 már. Év, igen. De 18 volt. Igen, 18 volt, és ezt 98-ban módosították. Azt azért tudni kell, hogy az unión belül a legtöbb országban 15-16 év. Tehát itt nem csak tankötelezettségről beszélünk, hanem azzal, hogy ezzel az életkorral milyen végzettséget kell, tehát milyen iskolát kell befejezni. Tehát ez a kettő összefügg, nem csak kor van, hanem ugye elő van írva az, hogy egy 8 általánosnak, tehát például, hogyha a gyermek a 6. osztályt, általános iskola 6. osztályát befejezte 15 éves koráig, akkor ugye egy hídrendszerrel tudja befejezni az általános iskolát. Tehát maga a cél az, hogy mindenki megkapja azt az alap lényeges tudást, gondolkodást, szocializációs normákat, képzéseket, ami azért a mai világhoz elengedhetetlen. Ugye kell egy 8 általános, igen, és utána 16 éves kor végéig, hogy az érettségi még nyilván nem, de egy szakképzettséget meg kell szerezni. Igen. Ez úgy van, hogyha a gyermek 16 éves kora előtt fejezi be az általános iskolát, akkor ugye kötelez tovább tanulni szakiskolában. Tehát szakképzettséget szerezni valamilyen szinten. Viszont ugye úgy szól a törvény, hogy tanköteles csak 16. életévéig, tehát addig a tanévig kötelezhető egy gyermek iskolába járni, ameddig a tanévnek vége van. Tehát ez nem úgy van, hogy március 3-án betöltött a 10, és akkor ki lehet tenni. Tehát ez is itt azért néha napján gubancot okoz, hogy ez akkor most mit is jelent, be kell fejeznie. És mi a jobb, 16 vagy 18 év? Én őszinte leszek, én nagyon gyerekpárti vagyok. Én úgy gondolom, hogy a gyerekeknek, tehát ez az egész rendszer... Ha gyerekpártiak lennénk, akkor 9 órakor kezdődne a tanítás, és legalább 7 éves korukig hagynánk, hogy még egy picit érjenek. Igen, én magamról beszélek. Tehát azért ez egy nagy globális dolog, és ugye nem igazán lehet, tehát nagyon nehéz azt összehangolni, hogy akár azt mondjam, hogy a kistérségi, budapesti, melyik kerületek, tehát nagyon sok minden, nagyon sokféle gyermek van, nagyon sok érdeklődéssel. Én úgy gondolom, hogy inkább arról szólna ez az egész dolog, és anno, amikor ez 16 életévre le lett csökkentve, ez akkor arról szólt, hogy nem kirekesztjük azt, aki betöltötte, tehát már idősebb, mint 16 éves, hanem emberebbé, élhetőbbé tesszük az oktatás azok részére, akik tanulni szeretnének. Ez mit jelent, hogy emberebbé, élhetőbbé tesszük az oktatást? Egy 18 éves gyerek egy általános iskolába mintaként olyan bomlasztó hatású, tehát én még abba az időben jártam, amikor ugye 18 éves volt a kor. És én azért átéltem azt, hogy mondjuk egy szakközépiskolában az én osztálytársam 20 éves volt. Tehát azért azok a gyerekek, akik ott maradnak 18 évesen, és még az általános iskola 8. osztályát végzik, azért az elgondolkoztató, hogy milyen mintát nyújtanak azon általános iskolásoknak, akik oda járnak. Nagyon nehéz a pedagógus dolga, akinek össze kellene hoznia azt, hogy esetleg egy olyan gyermekkel, aki igazán azért van ott, mert neki 18 éves koráig iskolapadba kell ülni, tehát nem akar tanulni, de lehet, hogy nagyon szívesen összeállítana magától egy fakunyhót, és azt élvezné is, és akkor a végén lehetne asztalos, mert lehetőséget kap arra. Akkor lenne értelme annak, hogy a szakképzettségi korhatár 16 év marad, vagy illetve a tankötelezettség, hogyha utána valami gyakorlati képzés is nyújtanának a fiataloknak?
Igen, és ez is a terv, ez a duális képzés. Tehát itt azért a tervben az szerepel, hogy a szakközépiskolák szakgimnáziumok lennének, és a szakiskolák szakközépiskolák. És maga az alapnak a lényege az, hogy nagyon sok, tehát a gyakorlat azt mutatja, hogy a gyerekek bekerülnek az egyetemre, egy-két év alatt vagy azért, mert nem igazán érdekli az a szakma, amiből úgy kiderült, vagy nem szeretne tanulni, vagy megváltozik a család anyagi helyzete, tehát akik kimaradnak az egyetemből, azok kiestek. Tehát azok esti, vagy levelező tagazaton, vagy más módon teszik le a OKJ-s képzéseket, de ezzel a rendszerrel, amit most szeretnének kialakítani, a szakgimnáziumok azok 4+1 évesek lennének, a szakközépiskolák meg 3+2. És itt nagyon nagy szerepe van, ami nagyon sok egyeztetést és nagyon sok munkát okozott mindenkinek, akár az ipari kamarákat nézzük, akár a Oktatáskutatófejlesztő Intézetet, hogy összehangolja a vállalatoknak a részét, fontosságát ebbe a szerepbe, a gyakorlati megismerés által. Bevonva őket, hiszen a duális képzésnek ez lenne az értelme. Köszönöm szépen, hogy bejött hozzánk. Nincs mit. Én köszönöm.